Szavaztok, rossz tippek. Playoff mérkőzésre is elvileg ezzel gyorsan végezni kéne. Ami ugye a programot, ha mindenki tudja, hogy a meccsek mikor vannak. Zombaton két találkozóval indul a Super White Card hétvége. Ez azt jelenti, hogy én ezeket vasárnap csodálatosan fel tudom mondani. Viszont kitenni nem gondolnám, hogy lenne értelme este, mert valószínűleg más programotok van. A lényeg az, hogy az első túlreagálás az Hétfő reggelre várható. Egyelőre akkor visszatekintéssel menjünk. Itt az elejénem az alapszakasz véget ér, de azért mit volt az utolsó fordulóban? Jó 12 négyre re sikerült lehoznom az utolsó kört. A négy vereségből, vagy hát ami elment, abból ugye kettő tét nélküli. Mindekét nfc az bebuktam, úgyhogy ez. Az... Hát könnyen lehetett volna fordítva is, de hát mindegy, is egy győzelmet elfogadom, nem? Mert hát megnyertem az alapszakaszt, oké. Okay. 181 találat, 90 elment. Kibírod számolni az arányokat aránylag könnyen. 6 egység előnyem volt a második ö, helyezethez képest a fűzővel kifelé tipjátékban. Nem tudom, hogy megnyertem-e, mert ö, nem jött öv. Szóval nem tudom, hogy ki intézi, de hát itt a bajnoki övet azt azért vártam volna, postás nem hozta, valami kozmodisk vagy valami legalább hasonlítana rá semmi. Úgyhogy ez alapján nekem az jön le, meg kéne nyerni akkor itt a playoff találkozókat is, és akkor két öv. Ugye, hát a nehéz súlyú, meg a nem tudom, másik szervezettől, meg a kozmodisk. Azt mondja még, ami fontos, hogy van ez a FK tipjáték, amivel bárki indulhat, tudod melyik az, rákattint az. Most azt írja nekem, 666 ember indult ebben a szezonban, aki tippelt akármire, Ebből a tizedik helyre bejöttem, érted? Top 10, az már rajta van a képen. Na hát az azt jelenti, hogy azért van nálam jobb. Az országban, világban, ég, hát inkább a világban, ugye? De hát, hogyha ők csináltak tippeket, akkor szóljatok, és akkor inkább nézzük azt, és akkor én is itt nyugiban el vagyok. De hát így, ez egy igen jó eredmény, azért ne haragudjál. Tizedik öreg. Sponszerző valamelyik sportba. Ami az ott illeti, 271 meccset játszottak le. Ezekből 279 egész 22 század egységet raktam le. Az azt jelenti, víz fölött öreg, hát ez bőven lebegés kategória. Itt is hat egység előnyöm van a második helyezethez képest. Tavaly én lettem a második. Ami az ott illeti, hogyha nem igen volt előrelépési lehetőségem, csak ez. Úgyhogy az már, ha ezt is megtartanám, akkor már négy jöv öreg már úgy lenne, mert az oké, okay. egyet felhúzok, egyet a másik vállamra, a harmadikat is a másik vállamra, de akkor a negyedik követ hova úgy Úgyhogy itt ilyen problémáim vannak, őszintén szólva. Nemzeti sport tipjáték, még azt is megnyerhetem. Egyébként ott bonyolodnak a szabályok a play de egész jól állok. Ezek után igen kiváló tippek. Rövőre át kell neveznem az adást. Bár amíg nem jön meg a 16-0, Addig nem nevezem, át, addig marad a rossz tip. Hát most nem lesz 16 túl, mert egy 6-úra megyek rá, mit szólnál. Már kikerültek a tippjeim, aki nézegette a hétközi FK Józsdás cikkben azért leírtam, hogy mi lesz itt a white Card körben is, úgyhogy hát nem lep meg senkit. Mind a hat meccsen azt tippeltem, hogy nyer a favorit. Szóval itt ez most egy aránylag unalmas adás is lehetne, lehet, hogy az lesz egyébként, nem zárhatjuk ki, de úgy gondoltam, hogy akkor emiatt változtatni kell a formátumon, és hát ugyanúgy reménytelenségi sorrendben mondom el a csapatokat, de az lesz most itt a közepe, hogy hogyan borulhatna a papírforma. Mert én ugye arra számítok, hogy igazolódik, de mi kellene ahhoz, hogy valahogy az alsó kutya fölülre kerüljön. Minden csapat közül szerintem a leginkább ótvar helyzetben a Baltimore Ravens van, bár a fogadóirodák nem értenek egyet, nem számít nekem. 9 és fél pontos uh, favorit a Bengals ellenük előző mérkőzésnek a visszavágóján. Lamar rosszul van, duzzad neki nagyon a térde úgyhogy edzése jár, nem hogy meccsre, bár kettő az nem zárja ki egymást. De az, amit ma hallottam, hogy a Huntley se gyógyult meg. Hiába pihentették ugye a Bengals ellen, hogy akkor ne tudjanak felkészülni Tyler Huntleyból. Hát konkrétan azért pihentették, mert rosszul van. Szóval most megint az Anthony Brown-nal mennek ki, harmadik számú irányítóval. Playoff mérkőzésen, aki ráadásul nem draftolt újonc. Mert még hogyha hetedik körös lenne, érted, mint a Pördi, hát akkor lenne rengeteg esély. De, vagy, vagy a Skyler Thompson, szintén hetedik körös. De hát a brown nem draftolták, így akkor nem igen van esély, ugye. Azért meg lehet találni mindig, amivel vele lehet kapaszkodni, hogyan nyerhet a Ravens két verziót találtam összességében, ahogy nyerhet a Ravens, egyik se túl valószínű, szóval nekem nem ez a tippem, de azért elmondom. Az első és legkönnyebb verziója a Baltimore Ravens továbbjutásának a megsérül Böró. És ezt aránylag korán tegye meg, tehát ez egy abszolút reális forgatókönyv lenne továbbjutásra, ugye bejönne ellen, B. Brandon ellen ellen bejönne, hát ő képesen elrontani, vagy nem segíteni megfelelően. Aztán ki tudja, lehet oda vajazná Jamárnak, aki átfűzni a védőt, de hát ez az, ami a legegyszerűbb út. Nem kívánom csodálatos joe hogy ez megtörténjen vele. Volt már elég baja, de hát ez az, ami... Amit ugye el tudunk képzelni, hogy hát akkor a Ravens felülkerekedne védelemből, valószínűleg meg field goalból, és akkor játszanának egy hasonló mérkőzést, mint az elmúlt hetekben, rossz csapatok ellen, házja el, ahol néha sikerült nyerni field gólokkal. Másik verzió, kevésbé valószínű egyébként, de hát ki tudja, hogy játszanak egy olyan meccset, mint 2020-ban, amikor Burrow még a pályán volt, és valami 12 szekket rátoltak, és nem tudtak mit csinálni. Egyébként Jamar még nem volt akkor a csapattársa, vagy ideiglenesen nem volt. És arra emlékszem egyébként 2020-as Ravens Bengals, hogy az volt az a meccs, amit így néztem, akkor már ment a csatorna, mondom, erről mit mondjak nektek? Azon kívül, hogy Börót megint szekkelték. Szóval azzal, hogy nincs Lyle nincs Kappa, még esetleg egy harmadik kidőlne, ugye, vagy csak nem éri el a busz, akkor lehet. Oda mennek Böróra már, megfojtják a backfielden aztán. Szerencséjük van, még kipattan a fanből is. Na hát ezekben tud bizakodni a Ravens, mit szóna. Jó, sokat mondtam, ugye? Egyébként meg hiába defense, hiába állt össze, hiába rúgja messziről rá, takör, hiába. Jó edző, harbor. Minden más esetben a Bengász jut tovább. Kilenc és fél pont. Könnyű. Jöjjön, megnyerje a Bengász sokkal, meg akarják mutatni, hogy itt most ők a főnökök. Ebben a csoportban újra holt szezonban mondogattuk, hogy jó, hát azért tavaly sérült volt a Ravens, majd most visszajönnek, nagy verseny. Talán én is azt tippeltem még augusztusban, júliusban. Júliusban azt tippeltem, hogy a Ravens nyeri a csoportot, Bengász második. Meg tudok ezzel élni, hogy ezt mondtam, mivel ugye már kiszállt. Szóval Bengász is olvasta, hallotta, most akkor megmutatják, hogy ők a jobbak sokkal. Tök mindegy, az ellenfélbe ki van. Úgyhogy ez a tippem nem lesz izgalmas meccs. Megnyeri a Bengals aránylag sokkal, aránylag könnyen. másik rokon csapat, amelyiknek elveszítették az irányítóját és a csere irányítóját, hogy a Dolphins. Mindenki tudja, ők is csoportmeccset játszanak. Csoportmeccsek hétvégéje, erről szól Miami buffalo megy. 13 és fél pontos favorit a Bills, még nagyobb, mint a Ravens, megmondom nektek. Oké, okay. hát én hamarabb mondtam volna rá másikra, mint az kiderült. Hogyan nyerhet a Dolphins? Szerintem nem nyer a Dolphins egyébként. Láttuk már Tomzont két teljes meccsen, meg hát én beugrókként egy pár extra drive-ra azon kívül. Nem, nem győzött meg bennünket, persze azonban milyen jó volt. Az lehet az esélye a Dolphinsnak, ami még egyszer mondom, hát rendkívül szűk lehetőség, de Hogyha Thomson tagovájlóára issza magát, az az esély van. Lehetséges ez? Lehetséges. Ritkán van rá példa. Egyébként Skyler Thomson egy NFL És Vannak a ligának a krémjébe tartozó játékosok, kóttörbek poszton, akik marha jó tudnak játszani mindig. Ettől vannak az elitben. Aztán van az, aki hát ilyen stabil kezdő, de nem tud minden héten jól játszani, hanem mondjuk a meccsek felén jó játszik, a többi meccse meg akármi lehet. Van ugye az alsó kategóriás kezdő, aki úgy el van, néha beesik egy-egy jó meccs. Van ugye a csere aki pedig olykor-olykor tud egész jó játszani is. Na most Skyler, de egyébként általában rosszul. És ugye van ez a harmadik számú quarterback, aki hát általában reménytelen, de élete napján Nézhet ki úgy, mint egy elit játékos. Ez olyan, hogy... Hát mondom, lehet, hogy eltelik 30-40 meccs enélkül, és ugye annyit nincs a pályán, de... Megvannak hozzá a képességei. Megvan hozzá a hátterem, fizikai adottságai. És ugye Skyler Thompsonnak, hogyha egyszer ez összejön, nem mondjuk pont egy playoff mérkőzésen, és le tudnám másolni azt, amit a Tagovai ától várnánk, amennyiben a gyepen lenne, akkor ebből kialakulhat egy nagy pofocskodás, ahol mind a kettő csinál 38 pontot, és a végén lehet, hogy az egyik még talál egy field is. Vagy mi lenne, ha játszana a Tagovai Hát akkor azért van esély, nyilván, mert Tagovailónak megvan a háttere, a múltja abban, hogy átveszi azt snappet, előre vágja, messziről tázdan. Ugye, vagy csak maga meré lesimítja, és elmegy a vadul. Ezeket láttuk, Buffalo alkalmas rá, hogy ezeket benyelje. Nekik is megvan hozzá a személyzetük nyilván. Bajnok esélyes csapatról van szó, tehát több a jó védőjük, mint a rossz. De hát azért a Tyreek megtalálja a helyet. Valószínűleg meg, hát hogyha működik a sém, akkor Sörfield is megtalálja. Szóval alapvetően a Dolphins arra van kitalálva, hogy ezeket a pontgazdag mérkőzéseket úgy lehozzák, hogy a végén esetleg nekik sikerül védelemben a szek és a végén Tyreek beszalad a védelem mögé, vagy éppen akárki. Most ehhez kellene, ugye Skyler Thompson, hogy ezeket megdobogassa. Eddig ez hogy ment neki? Rosszul. Teljesen kiveszett az explozivitás a Dolphins csapatából, amint Tagovailoa leült, és helyette bement a Teddy, vagy hogyha bement a Thompson. Megszűnt az egész, mert a két másik csapatot néznénk. De ha egyszer kiderülne, hogy ez a csávó, ez miért van ott? Miért gondolta meg Daniel, hogy ő igen, illik a rendszerbe, tud mozogni, mozgásbodobni, még a lábán meghosszabbítani? És amit a preszezonban láttunk tőle, közel hibátlan játék, most valahogy átültetni egy white card összecsapásra, akkor lehetne esélye Dolphinsnak. Ez eléggé specifikus, ugye? Ritkán szokott megtörténni, hogy elsüljön a kapanyele, de egyébként Tomzomban nem tudom, hány meccset kellene játszani, hogy egyszer megtörténjen. Valószínűleg nem ez lesz az. De mert minden más esetben, hogyha csak ilyen átlagos, közepes szintet hozna magához képest, semmi extra, akkor nincs remény. Ugye, mert a Josh se sérül amit még a Böróra elmondtam volna, a neki mész, bajod lesz, ugye? Jó felépítésű. Egyébként meg a Dolphins hát szétszedi könnyen, hogyha arról van szó, mert eléggé össze-vissza vannak coverage -ben. Minden héten elmondom, amióta elment Flores. Nem erőssége csapatnak a védekezés. Úton vannak, persze, mennek a Jász felé, ő meg ügyesen szokott dolgozni akkor, hogyha kevesen vannak coverage -ben. Nagyon nagy előnyben vannak a periméteren a wide receiver fiúk. Sebesség megvan, Dolphinsból. Kiveszik a sebesség, amennyiben a secondary nézem. Szóval, Billsnek neki nem kell, hogy nagy gond legyen azzal, hogy pontokat szerezzen. Összerakja a pontszerző drive sokat, egymás után, akármilyen formában, még lehet a futó is elmegy. Pedig hát az már végképpen az utolsó kenet lenne. De hát James Cook és a többiek, hát a csapat fele Miamiből ből származik, vagy Floridából, úgy Komplexen, megmutatják majd ügyesen. Nézik a rokonok a tévé előtt. De a Buffalo csinál sok pontot, hogyha Tomson élete napját kifogja, akkor meg ők is csinálnak sok pontot, és a végén lehet, hogy akkor a eladja. Ez a Dolphinsnak. Siker receptje, tessék. Tedinek el van törve ujja, továbbra is kérdéses. Oké, okay, én mondom, fiú, hát a kérdéses, akkor próbáld meg, akarom nézni, hogyan dobott törött újjal a labdát. De hát nem, a még, még, kérdéses. Jó, hát biztos elhiszi ezt a még hogy készülni kell a Teddy ellen. Nem kell készülni, Tomson ellen kell készülni. Legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem nő fel Josh ellen szintjére. Csere Kóttörbek, azt látunk egy kiütéses meccset. Hát az a tippem, hogy akkor nyer a Bills. 13 és fél, sok pontnak számít, ugye? de hát amit láttunk az előző hetekben, amikor Jason Sanders tudott egy pár field goal rúgni, de egyébként semmi. Jó, mondjuk a Jets ellen is volt, másik Jets ellen volt kezdő, tudom, akkor csináltak 17-et. Szóval nem csak ebből kell kiindulni, hogy 11 lett amúgy, meg 17, vagy én 10 pontokat tud csinálni a Buffalo, jó, akkor nem a Buffalo Miami, a Buffalo is tud. Csinálnak mondjuk 19-et, akkor ahhoz ezt hozzáadjuk, hogy 35 kéne a Billsnek, azt meg tudják csinálni. És akkor az még egy jó offenzív performance volt a Tomzontól. Nem világelit, amire szükség lenne. Szóval így, nem okoskodom túl, hát nyer a Bills. Harmadik legnagyobb különbség az a Niners-Seahawks mérkőzésen van, ami a vegas spreadet illeti, itt is 9,5 pont, annyi, mint a Baltimore Cincinnati. Hát ez mekkora tiszteletlenség Gino Smith irányába mégiscsak harmadik számú irányítókkal rakják őt egy szintre, hát ne haragudjál. Én szerintem a Seattle belül lesz. Egyrészt nagy rivalizálás okán, hát ismerősség elve. Több oka is van, hogy a Seattle szerintem ezt a meccset közel tudja tartani. Egyrészt már találkoztak kétszer, ugye, és ott nem voltak ugye, nagyon durva kiütések. 21 pontot csinált ellenük a Niners itt legutóbb, a második fordulóba csináltak 27-et, az mondjuk sima lett, mert nyertek 20 szal de hát most ránézel 27 7 most nem az jut eszedbe, hogy ó, hát ezeket agyonverték. Jó, ja, nyilván a 9 nél félnél több. De hát most 27 pont szerezve, vagy 21 pont szerezve, azért az nem a marhasok. És azért most tényleg arról van szó itt a San Francisco kapcsán, hogy hát micsoda offenzált össze, te jó ég. Hát akárhova megy a labda, hát a mögé dobja pördi, abból is touchdown lesz. Oké, okay, ehhez képest ugye, egy Seattle uh, egy elég eléggé lenézett kis defense, nem kaptak olyan marhasokat. Jó, hát a végén már nem kellett szereznie a niners azt értem, de annyira nem bánták volna talán. Úgyhogy emiatt, meg ugye a parás hangulat miatt, szerintem közelebb tartják. És van egy másik ok is, ami ebben segíthet. Azt hiszem, hogy ezt a szaknyelv úgy emlegeti, hogy szaridő lesz. És ez pedig nyilván kicsit megbonyolíthatja a képletet, mert nem csak es esőzés, hanem szél is lesz. Ami azért nyilván rettentő szívás, amennyiben támadni akarsz. Mondjuk a Niners nem a nagy dobálásra rendezkedik be majd valószínűleg, míg a Gino Smith féle offense hát ez lenne az erőssége. De hát, hogyha úgy alakul ki, hogy tényleg embertelen körülmények vannak, amitől azért messze leszünk, de hát ki tudja, lehet tévednek, aztán jön a sár, akkor lehet Kenneth még lehet egy napja, amikor kikeveredik a szélre, aztán fussál vele versenyt. Szóval ezek azok, amik miatt így a, a spreadet, azt így lehet, hogy elfogadnám. Seattle plusz kilenc és fél, na de hogy kell, miért mi nem elég a győzelem, mert meg is kellene nyerni. Hogyan nyerhet a Seahawks? Gino Smithnek a bombái mondjuk bejönnének, amiről híres lett ott a szezon elején, miközben nyilván Pördi hibázgatna. Tehát az a kettőnek a kombinációja kell, az egyik nem elég, mert a Gino távolra aránylag nagy sikerrel tudott dobálgatni ebben a szezonban, és ugye Hát a niners ott van Sarvarius Sárváriusz Ward, aki óriásit birkózott a kell fel, általában sikerrel. Csak hát ő egy cornerback. Többiek azért azt gondolom rá tudnak kerülni a poszterre, Lenor vezetésével, ugye? De hát akár figyelj, Gibson is hát fogja az interception mint safety, de hát nem gyors, szóval esetleg elsikerülne oda valakit szeparálni, lehetne ott versenyt futtatni az a baj alapvetően seattle hogy két elkapója van. Ugye Goodwin itt már nem lesz faktor, és hát általában utána már tight endek jönnek. Parkinson meg a Noah Fent nem nagyon csinál explozív játékot, bár a Noah Fentnek elvileg kellene tudni, hogy hogy kell, de nem szokta. Szóval emiatt azért a személyzete a seattle az kicsit kevés ahhoz, hogy így nyugodtan rá tudja mondani, hogy itt majd Gino bedobálja a defense mögé könnyen, de hát erre lenne szükség, hogy akkor valaki, aki most nem gondolok, chart aljáról előkerüljön, aztán ilyen váratlan nagy játékkal hozzá tegyen, így nyilván tudna nyerni a Seattle, illetve, hogyha Kenneth Walker legszebb napjait idézni. Na most tudom, hogy próbálja belül tartani őt a bossa, meg a Warner középen, hogy ne jöjjön át, de mi van, hogyha átjut? Esetleg lesz neki három lépés helye, hát akkor már megcsinálja testcselt, meg akkor már nyakon könyököl, aztán megy tovább. Szóval nyilvánvaló, akik itt kiemelt szerepet kapnak Seattle támadó játékban, extra klasszis teljesítményre van szükség, akkor nyerhetnek egyébként, mert senki nem garantálja, hogy a Niners-ben meccselik ugyanezt. Játékos anyag az nyilván készen áll. Meg könnyebb is elképzelni, hogy egy közepes napot, hogyha kifogna megkefri, Kittle és a többiek, közepes nappal is ők tovább tudnak menni természetesen, mert a Pördi nem szokta elrontani, meg a Senehen sem feje lefele fogja a playbookot. De hogyha összejönnek ezek a dolgok, és gino a kockázatosabb megoldásait nem a védő le, hanem a csapattársa, akkor itt benne lehet a meglepetés. De hát itt most megint eljutottunk arra a szintre, hogy akkor nyár csak a Seattle, hogyha szinte hibátlanul fotbalozgat, és akkor még bele se abba, hogy a támadó fallal mi a helyzet. Fiatal gyerekek kezdenek megfáradni itt már, ugye? decemberben ők már abba szokták hagyni a fotbalozást, most meg már januárban. Sérülés is hátráltatta őket. Nem egyszerű, ugye? És akkor belépnék bószá. Próbáld meg visszatartani. Remélhetőleg nem a táj tendre bízzák. Szóval itt nagyon sok mindenek össze kellene állni a seattle hogy csodát tegyenek. De ez itt Seattle, ez itt Pete Carroll csapata. Az alapszakaszban megtörtént, lesajnált egy per egy várományos Seahawks playoff mérkőzésen veszt részt. És azért hát mégiscsak harmadik számú quarterback az ellenfélben, aki van, hát ki tudja, hát ha elbizonytalanodik. Nem néz ki úgy, Pördi, mint aki nagyon megzavarna egy kis playoff fotball, hát azért már sokat látott fotbalista, sokat volt egy gyepen, de hát ebbe bele tudsz kapaszkodni, hogyha reményt keresel. Én azt gondolom, hogy azért minden nem jön össze. Nem fogja annyira lelassítani a, az időjárás a 49 t sőt, mindegy nekik akkor. Ha nagyon fúj a szél, akkor persze Pördi nem tud erősen dobni messzire, de a nagyon nem is akar, szerintem, elmúlt hetek alapján, Tampa Béren akart. Olykor Gino-nak lehet, hogy elviszi a védő alapdáját, és akkor már borul minden. De hát hogyha a kiütés nem is lesz meg, akkor is ugye a Niners tippem az, az aránylag jó, szóval Niners tipp, és Seattle plusz 9 fél. Így, és akkor egy szoros meccsel indul majd remélhetőleg a rájátás, mert ez lesz az első mérkőzés összesen. Hát szurkolok, szoros találkozónak azért. Ne unatkozzunk már mindig, elég lesz majd a másik csoport meccseken. De az a jó hír, hogy a maradék három meccsre már mindenki úgy kalkulál, hogy egy kiérezett csata lesz ilyenkor szokott az lenni, hogy azok közé is lesz egy kiütés, ugye, de hát most a másik három meccs az valóban nehezen tippelhető. Lesz egy Giants-Vikings, erre mondják azt, hogy kereken egy field goal a különbség a Vikings javára. Én azt tippeltem, hogy még érvényesíti a papírformát egyszer a Minnesota, és tovább jutnak. Hogyan nyerhet viszont a Giants? Hát egyrészt, ami ilyen unortodox megoldás lenne, az mondjuk egy, egy hosszú áramszünet Minneapolis környékén, mondjuk eltolnák a kezdést vasárnap éjszakára, ugye? Hát akkor már körk, amikor már aludni szeret és fáradt, akkor természetesen kimozdítható a komfortból, éjszakai playoff meccs, hát az, az nem neki való, ez egy ilyen délutáni playoff, szóval amennyiben időben elkezdik, akkor az kedvezne a kapitánynak. De hát ami miatt kieshet a Minnesota, az, hogy rossz a defense. Ugye, ha nem először hangzik el, hát úgy, ahogy vannak, alapvetően sok pontot kapnak, meg yardot, meg first down általában minden honnan vörös is lehet ellenük. Sok mindent csinálni. És hogyha abból indulunk ki, hogy itt van Brian Debol, itt van Kafka edző, itt van Daniel Jones, aki mindig pontosan passzol, akkor ráengeded őket egy defense-re, mindegy mi a nevük, ezek nem igen bírnak védekezni, Daniel. Mit szólnál? Üresre sem a tizált embereknek oda kell dobni a labdát. Hát egész évben ezt csinálja. Szik von Barkley. Ő meg egész életében azt csinálja, hogy a rosszul szerelő emberen átmegy. Most ennek a vikings vannak ilyenek. Akik egyrészt nem érnek oda rá, másrészt lecsúsznak róla. Szóval egészen ennyi kell hozzá, hogy a Vikings Elveszítse saját magának a mérkőzést. Nem tudnak szerelést csinálni, úton vannak, nem tudják hova menjenek, összefutnak a védők az Ekönderi-ben. Simán kinézem belőlük egyébként, mert kettentő csalódás, ami velük történt így a szezonban, hogyha pusztán a védekezést nézem. És nyilván neveket, illetően nincs meg a Giants ahhoz, hogy ezt kihasználja, de nem a nevek fociznak, ugye. És idén hogyha az van, hogyha van hely, akkor megfogja a Hutchins üres területen, meg a Richie James is tud menni a jakkal, hogyha éppen rosszul helyezkedik a védő. Daniel Jones szerintem nem fog beszarni. Ha már mondtam azt, hogy Kazins és a playoff közeg, Daniel Jones ezt elkerülte eddig, de fejben megerősödött, fizikálisan mindig is erős volt, úgyhogy jó performance-ra számítok. Nem zárom ki, Daniel Jones jobban fotizom, mint Kazins hogy volt Merszem, ugye. Szóval ez egy elég erős ok amellett, hogy hogyan juthatna tovább a Giants. Vagy úgy, hogy félremegy a Vikingsnak a végjáték, ami mindig jól sikerült ugye ebben a szezonban. Szoros meccs a végén, meg kellene fordítani, meg kellene tartani az előnyt, 7 ponton belül mindig megcsinálták. Mi van, ha egyszer nem csinálják meg? Hát semmi. És mi van, hogyha pont a play nem csinálják meg, ó, hát a szívás lenne. És itt vagyunk, play-off meccs van, soha nem volt rá példa, hogy elrontsák a végét. Hát akkor érik, erre szokták mondani, és akkor a Giants pedig csak ott vár, és a kezük, kezükbe adják a dupla vét, mondjuk. Hogy a végén körk meg kellene fordítani, aztán elfumbrizza a snappet, vagy a gárd mögé áll. Aztán hátradobja a center kapu mögé. És egyébként közel vannak, játékerőben. Szóval ez nem olyan hű, de elborult hozzáállás, mert láttuk az első meccset, utolsó percben rúgtak egy field volt azzal nyert a Vikings. És az úgy, hogy mellé is mehetett volna a világ végéről, hosszabbításban meg ki lehetett volna kapni. Most a Vikings nem kap ki alapszakasz meccsen, de jobb lehet, hogy kikap. Úgyhogy itt vannak a Giantsnek, ezek mindannyian remek lehetőségek rá, hogy kihasználják esetleg az ellenfélnek a botladozását, de szerintem ennek a mesnek a Vikings a főszereplője, tehát ez vagy a Vikings nyeri meg, vagy a Vikings veszíti el. Én inkább így állnék ehhez hozzá, minden tisztelettel a Giants felé, akik hát nyilván csodálatos szezon végén tudnak itt a rájátszásba részt venni, de hogyha ők mindent beleadnak saját tudásukból, és a Vikings is mindent belead saját tudásából, akkor az sokkal több, mint amit a Giants tudna bemutatni, szóval... Itt azért kell segítség az ellenféltől, de a Vikings hajlandó adni. Az a kérdés, hogy mennyit hajlandó adni. És hát hogyha esetleg jönne a probléma a Giants-től is, hogy esetleg ők is tudásuk alatt teljesíteni, hát akkor nyilván akkor nekik végük van, de... Tőlük én egy stabil fotballra számítok. Amit az egész évben láttunk, nem olyan hű, de magas szint ugye ritkán mentek 30 pont fölé, mint itt az utolsó előtti héten, Kolc ellen, ugye? De alapvetően stabil játékot le tudnak hozni, ez szerintem playoff körülmények között sem változik meg, főleg egy Vikings otthonában, ahogy kontrollált körülmények vannak, tető van a játékosok feje fölött, Működni fognak a rajzok, amiket kitalálnak Débollék hét közben. Daniel Jonesnak az atletikussága szintén működhet, ki tud bújni majd. Valószínűleg, hogyha meglátja a területet, és azzal megint csak lopkodni tud egy pár first Itt az a kérdés, hogy Kazinsz oda juttatja egy Jeffersonnak megfelelő mennyiségben, Osbornnak, Hockensonnak, esetleg Eden Filennek. Jönni fogja a touchdown. Delvin Cook szorítja a labdát, vagy megsérül, vagy normálisan focizik és akkor, hogyha ez minden rendben megy, ahogy a szokott, akkor a Vikings nyer, hogyha belehibázgatnak érthetetlenül, akkor azért bajba lehetnek megint, és akkor jön a szoros végjáték. Na most nem csak ők okozhatnak nyilván problémát maguknak, mert okozhat a defense is, hiszen azért Tibodó át tud menni itt cserebere támadófa játékosok ellen. Vannak vannak sérülések Vikings támadó falban, kellemetlennek hangzik, ugye jobb oldali poszton, center poszton már láthattuk az alapszakaszban is, hogy hát nem kell sok, hogy hirtelen mindenkinek a teljesítményét lerontsa egy-egy hiányzó, meg egy, egy rossz cserejátékos, és akkor ez nyilván esélyt ad Dexter lawrence megfogja a centert, megegye kenyérrel, illetve azt is, hogy Ügyetlen jobb oldali tekran átmenjen a Tibodó. És akkor jön a nyomás Kazincra, aki egyébként ilyen vegyes teljesítményre képes nyomás alatt. Nyilván, hogyha a rossz csapat ellen fociznak, akkor azért nem zavarja annyira a nyomás. Playoff körülmények között az egy más kérdés. A Giants Defense pontosan tudjuk, hogy hogyan szokott focizni. Tudjuk, hogy Martin Dél mivel készül erre a mérkőzésre. O'Connell, felkészült, azért amellett, hogy D-ból közelebb van az évedzője szavazáson az élmezőnyhöz, azért O'Connell szintén első évesként. Csodát azért nem tett, de hát közel van hozzá, hogyha csak a mérleget nézzük, felkészült szakember. Tehát azért a, az öreg Martin délnek a a rendszerét, hogyha átnézi, hát nem kell sok meccset megnézni, mert ugyanazt fogja látni. Erre ő felkészül oda rajzolgatja majd, akihez kell a labdát, de hát már játszottak egy meccset nemrég, és ugyanez volt a helyzet, és nem lett belőle gála. Szóval ma most se kellene, hogy az legyen. Szóval nyilvánvalóan ez okkal három pontos mérkőzés a fogadóirodáknál, de hát egészében nézve itt azért van egy Justin Jefferson a mérkőzésen, akinek azért egészen kellemes meccsápiai vannak. Teljesen mindegy, hogy a corner poszton kijön szembe és emiatt van olyan forgatókönyv, ő egy személyben itt akkor átveszi ennek a mérkőzésnek a kontrollálását, és akkor ilyen 244 yardal úgy dönt, hogy most a közt a Giants-et megégeti. Szóval többféleképpen tud nyerni a Vikings, ha esetleg Delvin Cook teljes mértékben immunis arra, hogy a támadófal mit csinál, láttunk rá jeleket, ő is át tud menni, hogyha arról van szó, úgyhogy Nekem a Minnesota tippem, őszintén szólva, de hát itt rengeteg verziót felsoroltam, hogy ezt hogyan bukhatják el, emiatt szoros mérkőzést várok, hát őrület Vikings mérkőzésen, és egy szórakoztató fotballt, ahol Daniel Jones is mérkőzés nagy részében akár meccseli kapitánynak a számait, akár felül is múlja hogyha úgy van, úgyhogy minden adott a szórakozásunkhoz. Na végre, eljutottunk ide. A maradik két meccs az szintén sok felé elmehet, hát általában két felé, annyi csapat vesz részt, és hát itt nehéz megmondani, hogy melyik az, amelyik egyértelmű, mert szerintem mind a kettőnél, ami hátra van, szoros a spread, tehát két és fél pont, mégis el tudom képzelni azt, hogy nyer az egyik könnyen, vagy nyer a másik könnyen, ugye, és hát nyilván az is benne van, hogy nehezen, és hogy szoros meccs lesz. Hétfőn Dallas Tampa Bay, két és fél pont, Dallas a tippem, és az, hogy tovább jutnak. Hát a Cowboys tovább jut a playoffba, ugye, hát az nem meglepetés, itt most Tampa Bay-ben is favoritként futnak ki. Ugye, hogyha az egész szezont nézzük, még úgy is, hogy azért volt, amíg a Cooper rás focizott. Cowboysról azért el lehet mondani egész szezon alapján, hogy alánylag jól tudnak támadni. Ez a buccaneers nem igaz. Védekezni azt tud mind a kettő. Megoszlik a vélemény, hogy mennyire vannak közel egymáshoz, de Cowboys könnyebben csinál pontokat úgyhogy emiatt. Az a tippem, hogy majd megint ez lesz, de hát egy nagyon-nagyon könnyű festmény az, amit elő kellene szednünk, hogy hogyan nyerhet a Buccaneers. Hát például, mint múltkor. Mert az első fordulóban volt már ilyen meccs, minden meccs visszavágó. Az is, ami nem csoport meccs, ez is visszavágó. Első fordulóban egészen borzasztó volt a Cowboys támadásban, és utána jött ugye Cooper Rush korszak, majd visszajött Prescott, és hát addigra meg ugye összeállt minden. Szóval most az, hogy az első fordulóban mi volt, az ugye ritkán releváns, itt a White card körben, de azért mégis, hát pont ugyanazok fociznak egymás ellen, és akkor nem bírt támadni a Cowboys. Egyáltalán egy rohadt first -down nem tudtak csinálni, jardokat is nehezen, ugye, hogy legalább akkor harmadik és öt, vagy negyedik és ötre pont, ugye, még az se jött össze, most ehhez képest eltelte jó néhány hónap, és lejátszották az utolsó meccset a Washington Commander ellen, ahol ugyanez a probléma előjött, hogy az életük árán nem tudtak volna nagy nehezen fele mozogni a labdával, úgy, hogy mindenki pályán volt, C.D. Lemtől kezdve Tony Pollardig. Hát a támadó falban is matvottak az öregek, ott voltak a fiatalok, mindenki. Kelem ott volt az oldalvonalnál. És akkor így sikerült kérem szépen egy darab pontszerző drive-ot valahogy kiokoskodni. Egy egészen borzasztó volt. Az a meccs is, meg a Buccaneers elleni odavágó is. A kettő között, a kettő között jó volt a Cowboys. Szóval azt gondolom, hogy beszűkült látókör kell ahhoz, hogy valaki ennyi alapján azt mondja, hogy hát akkor most is elrontja a Mert hogy rosszak voltak múlt héten, rosszul voltak rosszak voltak most is. Egyébként lehet, hogy rosszak lesznek, de nem ezek miatt. És ugye az egész szezonban egyébként meg könnyebben megy a támadás, akkor meg hát én ebből indulok ki, hogy most rossz napjuk volt, meg az első fordulóban is rossz napjuk volt, de gyakrabban van jó napjuk, mint rossz. Még hogyha ez itt playoff mérkőzés, meg Monday Night Football, és nyilván óriási a teher rajtuk, mert ők a Cowboys. Hogyha nem ad lenne a nevük, hogy Cowboys, hanem levennék róluk a logót, akkor lehet, hogy könnyebben tudnának focizni, mert nem lenne megfelelési kényszer a Jerry Jonesnak. De hát ez nem fog megtörténni, tovább is Cowboys maradnak, úgyhogy hát menni kell. És ami zavaró tényező nekik, hogy a túloldalra, hogyha átnéznek, nagyon figyelnek, akkor ott van a Brady nevű, és hogy őt kéne legyőzni, az keveseknek sikerül, ugye? Szóval itt uh, nyilván megvannak az okok, ami miatt itt görcsbe rándulhat majd a Cowboys. De hát még hogyha ezt meg is történik, hát senki nem garantálja, hogy ez a Buccaneers ezt csinál pontokat. Mert most az utolsó fordulókban, amikor kellett, akkor megtették egyébként a Tampa Bay, de egyébként a szezon közepén, elején nem nagyon. Amikor megverték a Cowboys, akkor ők csináltak 20-at. Hát azért attól se volna el. De ez a forma, ez neki kitartott egész szezonban. Nagyon-nagyon nehezen jöttek a pontszerző drivok, -ok, meg összességében a normális game plan. Ritkán jött velünk szembe. Az utolsó forduló nyilván nem számít a Falcons ellen, hogy mi volt már félig-meddig cserékkel. Szóval a Panthers elleni meccsre kell visszamutogatnia, amilyen előrehozott playoff találkozó volt, play-in találkozó. És ott hát egészen csodálatosan összeállt minden Mike Evansnek a társadányai miatt is. És ez lehet, amire leginkább fókuszálsz, hogyha Buccaneers-t támogatod, hogyan nyerhet a Buccaneers. Hát így, hogy brady átkapcsol, és akkor jöntőkező play-offs. Ahogy a Carolina ellen is, szuper éles, tökéletes megoldások, többiektől is, nem csak tőle, nem csak az utolsó két percben, hanem egész nap. Mert itt azért a Cowboys nem könnyűen támadni. Ugye Cserebere fallal jönnek, érted? Hamar szabadul Brady, hát tudom, de... Azért így is van, hogy megverik. Néha muszáj egy kicsit többet várni, hogy a harmadik és tíz, mert kétszer futottak nullát. Hogyha ezt elengedik, nem futnak olyan sokszor nullát, vagy nem futnak egyáltalán, ugye? Akkor az nyilván segített a buccaneers -nek. De hát, hogyha ez az egész alapszakasz egy ilyen aránylag öreg Buccaneers rosternek csak a szükséges rossz volt, és fiúk, hát valahogy be kellene keveredni abba a rohadás playoffba, ha kell negatív mérleggel, és majd ott. Majd ott mindenki oda teszi a magáét, hát persze akkor. Most eljutottunk erre a szintre, de én szerintem a Godwin, vagy a Mike Evans, vagy a Otten, Ugyanúgy minden egyes alapszakasz meccsen a maximumot nyújtotta, aztán mégis megragadtak tizenvalahány ponton aránylag sokszor. Szóval én nem látom ezt a kapcsolót a részükről. Bradyben nyilván benne van, hogy jó, akkor fiúk, most nem lesz futás. Hanem akkor majd ő megpróbálja ezeket kicselezgetni. És egyébként Cowboysnál vannak szekunderi sérülések, játékos keret elvileg alkalmas rá, hogy ezt kiaknázza, úgyhogy nyilván el tudom képzelni, hogy ezt a Buccaneers megcsinálja, aztán tudnak versenyképes fotballt játszani majd a NFC tetejével is, kb. az beletartozik az NFC tetejébe. Csak az a bajom, hogy ezt komplet alapszakaszban el tudtam volna képzelni, hogy azért jobban kéne ennél játszani, aztán nem játszottak jobban soha. Pentősz ellen jobban játszottak, oké. Okay. És hát emiatt attól, hogy most az van kiírva a pályára, hogy White Card hétvége, Super White hétvége, szerintem nem lesz radikális javulás. Lehet, hogy a cowboys kicsit lehúzza mindez, hogy ilyen egyenes kiesés és mérkőzés, de hát még mindig ott tartunk, hogy ennek a cowboys hát jobb játékosai vannak. Sérülés hullám nehezebb helyzetbe hozza a Buccaneers. Tehát ott még a Cowboys az egészségesebb is. Még hogyha mondtam is a szekönderibe mi van. Hát nézzünk rá a Buccaneers támadó falra. Az edzői stábot illetően, hát mindenki meggyőződött róla idén, hogy Leftwichet, vagy a boszt, soha nem fogják kinevezni sehova. Bár Leftwich még fiatal ember, ugye? Tavaly hívták edzői interjúkra, az milyen jó nézet volna ki. Így a mai szemmel. Szóval az edzői stáb az jobb a Dallasnál. Most a mccarty hagyjuk békén, ő neki nem sok dolga van, ő bedobja pirosat. És egyébként ennyi, meg mutatja egy támadás. Plét a Kellen hívja, meg a Dan Quinn csinálja a defense. Szóval edző is tábba jobb a Dallas. Játékos keretben nyilván jobb, Polárba benne van a nagy play, CD lembet nem kell magyaráznom. Támadófal egészségesebb, Michael Parsons megy az év védője címér. Szóval nem csak a, a teteje, de egyébként a mélység is aránylag jó. Hogyha Prescott nem szúrja el, és nem hozza le karrierje legrosszabb meccsei közül valamelyiket, akkor itt nem kellene nagy bajba kerülni. Az a tippem, egyszer véget ér ez az egész Cowboys megrázkódtatás, ami hát már nem is tudom mióta tart. Mikor nyertek utoljára a playoff meccset? Még a Tony Romo előtt? Valami, lehet, hogy Romo nyert egy darabot. Hát az nem sok egyébként egy ilyen tíz éves karrier alatt. De nem is emlékszem rá, hogy ez melyik volt. Detroit ellen azt hiszem. Igen, detroit azt, azt kiverték. Szóval így, mondjuk jó volt az ellenfél választás, ugye, playoff sikereknek a színhelye. Szóval azért néha nyerni kellene a play -offon. ha minden évben bejutsz, akkor a néha nyerjém áll. Úgyhogy ez lenne az. Nyilván Brady nem nagyon szokott veszíteni, igen, de ez egy nagyon-nagyon förtelmes szezon volt, hogyha magához képest nézzük a csapatának a sikerességét, és hát láttuk a Patriots Titans mérkőzésen is, amikor sírt a labda egész évben, de bejutottak a playoffba, és a végén elvitte Logan Ryan, amikor már nem tudtak csinálni csak kilencet vagy 10 azt sem tudom már mennyit, kevés pontot csináltak, ugye. Most ugyanez benne van, hogy egyébként felszívja magát a Buccaneers defense, valahogy visszatartják a Prescott-tékat, field goal limitálják, de egész egyszerűen nem tud a Buccaneers támadni. Saját maguk előtt alatt is vágják majd a fát. És a végén egy ilyen szomorú, kevés pontos meccsen meg kiesnek. Szóval ez a tippem most, szembe menve az előző évek trendjeinek és az idei szezon alapján Tippelve, azt mondom, hétfőn tovább jut a Cowboys. És akkor az utolsó meccs az a szombat éjszakai meccs, hát mit a primus -t. Tudok itt felvezetni a legjobb meccs, Jaguars Chargers, erre még inkább illik az, amit az előbb mondtam, hogy el tudom képzelni, mind a kettő könnyen veszít, könnyen nyer, ugye hát Ez abban jobban hangzik. Két és fél pontos favorit a Chargers. Azt mondtam, nyer a Chargers, Hét közben adtam le a tippet, utána jött ki a hír, hogy Mike Williams két hétre kidőlt, úgyhogy rosszul érzem magam a tippemtől, újra itt vagyunk, ez nem szokott bejönni. De hát mindegy, maradok a Chargersnél. Mégis csak ők a favoritok, hát akkor beszélgessünk az underdogról, hogyan nyerhet a Jaguars. Hát így, nem játszik Mike Williams. Ugye, rögtön. Hirtelen könnyű minden. Chargersben, így akkor nyilván Palmer helyettesíti. Palmer elvileg mindenben alkalmasnak kellene lennie rá, hogy hasonló szerepkört betöltse, mint a Mike Williams, nem szokott. És nem tudom, hogy az ő döntése, Herbert döntése, Lombardi döntése, de valahogy amikor Mike Williams pályán van, akkor könnyebben jönnek mélységi útvonalak a Chargersnek, amikor nincs, akkor melyik hát nagyon kényszenvedős, ugye. Nyilván ezt a kínelentől nem lehet elvárni már karrierje ezen pontján, fiatalabb korában is ugye nehezen, de hát ő, ő, másfajta játékos már, nyilván a slotba fog enni, ezt mindannyian tudjuk, de Palmer tudhatná ezt, Carter nem annyira, és akkor itt meg elfogytunk, tehát most már a Bendy következő, vagy nem tudom, hogy ki az, akit aktiválnak, Gerald Everett Titan posztról, meg a Parham, ők nem mennek olyan mélyre. És hát mi a bajunk a chargers -szel? Amióta ott van sikeredző Lombardi, konzervatívan fociznak. És ez a konzervatív fotbal, ez alkalmas rá közel tartsa az ellenfelet, mi van, a végén ők támadnak, ugye, akkor még lehet elmegy a mérkőzés. Meg lehet az is, hogy oly, olykor rosszul sikerül a harmadik kísérlet, aztán hát megálltok kénytelenek vagytok filgot rúgni, úgyhogy ez éves, a kicker. mondjuk Floridában van a mérkőzés, szóval elvileg be lehet rúgni majd, anélkül, hogy megfagyna az ember, de hát itt ugye a nyomás, a lelki nyomás az majd belejátszik. Szóval Chargers fotbalozást, hát nem szívesen nézi az ember, ugye, aki itt látványosabb fotbalt keres. Ekkölörnek a nagy év van, akinek tetszenek, nekem nem annyira. De mi van akkor, hogyha még így össze is állna nagyjából ez a Chargers, és mi van akkor, hogy a nagy játékokat viszont nem ők szállítják, hanem a Jacksonville. Bennük jobban benne lesz esetleg a nagy play lehetősége, ami meg tudja fordítani a játék menetét. Nyilván Trevorka alkalmas rá, Doug fucking Peterson alkalmas rá, hogy kockáztasson, és ezek ha bejönnek, akkor hirtelen már ők tudnak előnyösebb pozícióból focizni. Ez az egyik része, illetve hát a másik az, hogy lehet, hogy a nagy a defenseben is a Jaguars csinálja majd. Nyilván ezek a turnoverek, mert azért a hosszú hajóak nem limitálják az ellenfelet, hajlanak, hajlanak, és a végén megtörnek. Tehát általában ilyen szokott lenni, de hát, hogyha kezükbe esik egy labda, mondjuk, odaér a végtelen peszrás, Walker, odaérne Ardenki, jelent mindenki, Fatukasi feltartja, aztán jönnek a többiek, benne van érted a is, benne van az interception, mindig hosszú hajúak vadászgatnak, és hogy jönnek a nagy a defense-től, jönnek a nagyobb playek az offense-től, hát akkor csak tovább a Jaguars, ugye? De ehhez az is kell, hogy Trevorka visszataláljon a kiválasztott státuszába. Hirtelen most megint nem látta a számokat az előző két hétben Neo. Úgyhogy vissza kell találni abba a szín, arra a szintre, amit láthattunk itt a nagy győzelmi sorozatban. Mert ugye úgy volt a szezon eleje, ha valaki nem emlékszik, hogy a Jaguars jól kezdett, megverték például a chargers t is, aránylag simán, akkor ott Hörbinek eltörve az összes bordája. Vállalta a játékot, igen, nem focizott olyan jól vele a csapa, Szóval ott még egész jól ment a Jaguars, aztán kikaptak sokszor. Utána még nyertek sokszor. Tehát ez volt, és akkor, amikor, amikor nyertek sokszor, akkor Trevor rendkívül ügyes volt. Playoff csapatokat is elkalapáltak például. És most az utolsó két fordulóban bebiztosították a csoport elsőséget, de nem Trevor miatt, hanem védekezés előrelépése miatt, meg a körötte lévők azért vitték a labdát itt ilyen vitte a labdát. Úgyhogy uh, ez most nem elég, szerintem az, azért több kell majd Trevortól is, és akkor lehet ennek a Jaguarsnak reális esélye. Nem lesz könnyű nyilvánvalóan a Joey Bossát visszatartani, aki meggyógyult sérülése után, amit beszedett a Denver elleni tét mérkőzésen, de nyilván kalil Mekket ismerjük, csendes szezonja van, Kyle hangos szezonja van, most ettől akár akármelyik. Lehet, hogy éppen bezavar, aztán megcsinálja ő is a nagy játékot, Dervin James nem kell bemutatni. Tehát a Chargers-ben több játékos van, akiből kinézzük, hogy megcsinálja pusztán tehetségből. A nagy plate Jaguarsnál, hát ez nem igen van jelen, ott inkább a véletlenszerű labdaszerzés az, amiben lehet bízni. De egyébként az a durva, hogy itt a Trevor Lawrence és Justin Herbert összecsapásá. NFL playoff mérkőzés, mind a kettő ugye először játszik playoff meccset, és hogy a út volt az, amit ezt a két embert ideig eljuttatta. Mert ugye az egyetemi ligában, nyilván Trevor legnagyobb sztár valaha, ugye, hát ilyen prospekt soha nem volt. Hörbi meg egy vicc volt, ugye az én szememben, hogy ezt a csávot, ezt minek hype-olják csak szaladni tud a labdával. És ehhez képest itt vagyunk. Főműsoridő. Igaz, hogy szombaton. Szombaton kevesebben tévéznek, ugye, mert diszkó van. De ettől függetlenül éjszakai mérkőzés. És ez is az is lehet, hogy lehozza klasszis teljesítményt majd. Herbert is nyilvánvalóan egyértelműen benne van, de Trevornak támogatóbb a környezet. Nem olyan bizonyított játékos, még nem az a szint, ugye Trevor, de itt most megteheti. Beléphet az elit klubba ebben a playoff rohanásban, hogyha lesz belőle. Hát most kinyomná Herbert, utána elmennének és legyőzni a mahomes akkor valószínűleg bekerülne a szűk körbe. Erre készülnek ugye, tavalyi bőrót másolva. Én ezt szeretném látni, hogy Trevor Lawrence is és Justin Herbert is megmutatja nekünk playoff körülmények között, miért kalkulálhatunk velük szűk elitben. Herbertnek ez nyilvánvalóan sürgős mert egy évvel régebb óta csinálja, és két évig kívülről nézte a playoffot. Nem hiszem, hogy Herbert elrontaná ezt a mérkőzést, de hát mit tud csinálni, hogyha megint az van, hogy három jarda van a legtávolabbi célpont, ugye? Hát akkor lesimítja, aztán reménykedik. Nem gondolnám radikális különbség lesz Chargers fotballt illetően. Az elmúlt hetekben persze nyerték a mérkőzéseket, kivéve Denver ellen de hát ott a védelemnek a feljavulása volt szembetűnő, meg ugye az egészség visszatért. Kínan elembe és Mike Williamsbe, azóta Mike Williamsből újra távozott. És az egészen más csapat, a Chargers, hogyha legjobb összeállításba jön ki, vagy hogyha egy ember hiányzik. És nem egy ember hiányzik, ugye nyilván, mert a leftekül is hiányzik, ugye a Slater, de hát ő már régóta, de így, hogyha csak a skilled nézem. És lehet, hogy agyon erőltetik majd az ekölört, hogy csinálja öreg rajtad, folyik át az offense, neked kell megnyerni. Jó. El tudom képzelni azt, hogy Travis itt ilyen jobban fog focizni. Egész egyszerűen, mint az ekölör. Több hasznot csinál, és akkor hirtelen ütőkártyát lefordították. De az edzői előny az Jacksonville-be van. Brandon Staley, Joe Lombardi, kettőse. Alul marad szerintem és könnyebben kinézem, hogy a Staley belemegy a hülyeségbe. Még frissesebb a Denver elleniből, nyilván, de így menedzsment szempontjából is kinézem, hogy valami kockázat nem jön be esetleg. Peterson is szeret kockáztatni, de neki már azért megvan a kreditje jobban. Szóval itt most betippelem a Chargers-t, de csak azért, hogy menjek tovább a narratívával, hogy ez már nem az a Chargers, ez már nem egy csóker csapat ez most már kibírja, egészséges marad, ő nem vágja maga alatt a fát, és a playoffban is érvényesíti azt, hogy ők az erősebbek. Azért hordták össze ezt a rohadt elvileg Superliga keretet, ugye, még hogyha nincs is itt a JC Jackson, hogy majd a playoffban is versenyképesek legyenek. Jacksonville-nek igazából, hogyha itt véget érne a szezon, egy rohat szót nem szólhatná. Tehát ez Petersonnak az első szezonja, Nyilván nagy költekezés volt, de megnyerték a csoportot. Bejutottak. Most éppen kiesnének, hát nincs akkor semmi. Jövőre kell nyerni még többet. Ugye? És akkor még arcként távoznának. Chargersnek azért ez kínosabb lenne, én azt gondolom, hogy egy építkezésben hátrébb tartó csapat hirtelen így kipiszkálná őket. És az lenne itt az igazán komoly dolog. Chargers továbbjutna, elmenne a Chiefshez, és ott is tudnának versenyezni, ne agyisten Isten tovább jutni. Hát majd ugye kialakul a párharc, ugye akkor majd ott beszélek a vendégcsapat esélyéről. De hát ez lenne itt, ami beteljesíteni a jóslatot a szezon előtt, hogy hova juthat el ez a Chargers. Csak magukon múlik igazából, hogy ezt most meg tudják-e tenni. Megvannak a matchup előnyök. Ki kellene használni? Herbert mindig jó dobja. Mindig jó döntést hoz. Jobb formában kellene játszani, mint a Trevornak az előzőek alapján. Úgyhogy ezért. De hát akármikor a chargers tippelek, hát egy víz vagyok a végére, mert hát tudom, hogy hol tartunk. Ez a meccs is egy bolond mérkőzés lesz, azt gondolom. Legbolondabb a fordulóban. És akkor hát talán nagy különbség akkor még mégse alakul ki. Ennyi, elfogyott végére értünk össze-vissza időrendi sorrendben. Jó szórakozást kívánok mindenkinek találkozókra. Jó szurkolást, hogyha érintett vagy adott esetben, és akkor reméljük, hogy nem az lesz, hogy tényleg mindegyiken tovább jut a favorit, aztán könnyen érvényesíti, hanem jó fotbalt tudunk majd nézni azokon a pályákon is, ahol ez elsőre nem tűnik valószínűnek. Találkozunk a túlreagálások alkalmával. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és egész héten, egész alapszakaszon át folyamatosan jött, véget ért az alapszakasz, minden meccset sikerült elmondani, hát nagyon büszke vagyok, ahogy ez a pénteki adásban is kiderült, meg annak is nagyon örülök, hogy ilyen sokan jöttetek még az utolsó tét nélküli adásra is. Úgyhogy itt a play nyilván itt már nem annyira érdekel senkit, hogy mi lesz, a lényeg már lement ugye augusztusban, de ha esetleg jönnétek még a folytatásra, és hát akkor nagyon hálás vagyok. Azoknak meg aztán végképp, akik támogatják a csatornát. A patreon.com-on leírásban lévő linken. Mert jár a köszönet mindenkinek. És akkor jó meccsnézés, hétfőn pedig jelentkezem azzal, hogy mi történt. Valószínűleg ilyen hatulás tippet fogok kibeszélni. Ott találkozunk. Szevasztok!